Olyanítette, hogy hát oda kell szállnia. Hát igen, az odaszállás azért nehéz szerintem, mert az odaszállás az napi szintű cselekedet. Hogyha nem naponta szálljuk oda magunkat, akkor könnyen elpárolog ez a hév, ez a víz onnan a pohárból. Ma a Dávid vitézeiről szeretnék beszélni nektek, de a vitézek kapcsán majd egész más dolgokról, de erre majd rájöttök. Általában így szokott lenni, volt már, hogy fejemhez vágták, hogy ott az igen, és nem is beszéltem róla. Hát ez van. De hát majd remélem, hogy az Úr beszél a szívetekhez, meg az én szívemhez is. A Krónika első könyve 11. rész, 11-től a 19. verséig fogjuk elolvasni az igét. Tehát a Krónika első könyve, 11. rész, 11. versétől a 19-ig, az új fordítású Bibliában 405. oldal, ha ez valakinek segít, tehát a 1 Krónika 11, 11-től fönnállva hallgassuk meg az igét. Ezek voltak szám szerint Dávid hősei, Jásobám, Hakmoni fia, egy főtiszt, aki úgy forgatta a lándzsáját, hogy egy ízben 300 ember döfött le. Utána következett Eleázár, az Ahóhi Dodó fia, egyik a három vitéznek, ő volt Dáviddal Efez Damminban, ahová a filiszteusok harcra gyülekeztek. Volt ott egy árpával bevetett szántóföld. Amikor a hadinép megfutamodott a filiszteusok előtt, ők kiálltak annak a darab földnek a közepére, védték azt és megverték a filiszteusokat. Így adott az Úr nagy szabadulást. Egyszer a 30 vezér közül hárman elmentek Dávidhoz a kősziklára. Adullám barlangjába, a filiszteusok serege pedig a Refáim völgyben táborozott. Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok előse pedig ugyanakkor Betlehemnél. Dávid eltikkadt és azt mondta, kihoz nekem ivóvizet a betlehembi kútból, amely a kapunál van. Akkor ez a három ember átölt a filiszteusok táborán, és vizet merített a betlehemi kútból, amely a kapunál volt. Elhozták és odavitték Dávidnak. De Dávid nem akarta meginni, hanem kiöntötte azt áldozatul az Úrnak, és ezt mondta. Isten mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek. Igyam meg ezeknek a férfiaknak a vérét, akik az életüket kockáztatták, mert az életüket tették kockára, amikor ezt elhozták. Ezért nem akarta meginni, ilyeneket vitt véghez ez a három vitéz. Úrunk, köszönjük, hogy Te hatalmas Isten vagy, és az emberek szívébe oda tetted a Te erődet, és Uram, kérjük, szólj hozzánk most ezek által az igék által, és szólj hozzánk a te igéd által, úgy általában is. Amen. Ezek a vitézek hősök voltak. Minden gyermeknek megvannak a maga hősei. A mi gyermekkorunkban főként regényhősök, marsáj, inkább már filmhősöket mondhatnánk, vagy rajzfilmhősöket nyugodtan. Akkoriban ugye még a rajzfilmek helyett is inkább mondjuk, vagy többnyire voltak képregény hősök. Emlékszem, hogy iskolában könnyen meg lehetett venni, úgyhogy az egyik hős, hát egy ilyen kisgyerek volt, valami ősvilágban egyedül maradt, és az nagyon érdekes történet volt. Vagy ugye annak idején a Winnetou volt nagy, mondjuk úgy sztár, de inkább hősnek mondanám. Nekem a szüleim például megvették a Carter trilógiát, kihallott a Carter trilógiáról. Ez nagyon szuper könyv család, nekem nagyon tetszett. Mondjuk a végén nem tetszett, amikor a most már így felnőtt fejjel jobban tetszik, de ugye Carter találkozott egy hölgye, aki nagyon harcias hölgy volt, és úgy forgatta a fegyvert, mint más férfi. És akkor férhez ment hozzá, akkor letette a fegyvert. Hát még ilyet, tehát ugye gyerek fiú fejjel, hát ez nonszenál. Miért nem harcol tovább? Mert emlékszem, azokat a lányokat kedveltem, barátként legjobb, akik fociztak. Hát fú, de jó, fociznak ők is, a többi lány meg nem focizik. Milyen bénaság ez. Persze ez egész más szitu most már. Mindenesetre az én gyerekkori hőseim között ott voltak a Biblia hősei is. Mégpedig azért, mert ugye otthon is beszéltek róla, szóval olvasgatták minden este nekem a történeteket, nekünk a történeteket, a gyülekezetben is ugye mindig hallottuk a történeteket, és így belénk ivódott hősökké váltak számunkra Dávid, Mózes, tulajdonképpen Jézust is nyugodtan oda sorolhatom, nem hiszem, hogy ez... hogy rosszul érinteni Istent, hogy az ő Isten mi voltál, mégis hősnek tekinti egy gyermek.
a történetek alapján, és úgy gondolom, hogy mindenki, akit visznek a gyülekezetbe, vagy hoznak a gyülekezetbe, akit otthon tanítanak az igére, annak ott lesznek a hősei között a Biblia hősei is. Természetes dolog az is, hogy akikről olvasunk, vagy akikről nézzük a filmeket, akár sorozatokat, azokhoz van, hogy akarunk hasonlítani. Azok hőseinké válnak. Kérdés az, hogy vajon milyen hősöket szeretnénk a gyermekeink elé vetíteni, vagy akár saját magunk elé vetíteni. Kik azok, akik számunkra hősök? És miben hősök? Nyilván felnőtt fejjel már jobban lehet eldönteni, hogy egy emberben mi az, ami jó, egy hősben mi az, ami jó, mi az, ami kevésbé jó. Gyermek fejére ez általában egy csomag. Ő a hős, akkor ő jó, bármit tesz. Ezért fontos az, hogy mit adunk a gyermekeknek, vagy pedig hogyan tálaljuk azt. Emlékszem, annak idején, amikor a Star Wars sorozat bejött, akkor egy lelkipásztor barátom, ugye mindenki azt nézte az iskolában, és azt mondta a gyerekek, na jó, hát akkor üljünk le, közösen nézzük meg. Közösen megnézték, és elmondták egymásnak, megkérdezik, na, mert mi tetszett benne, elmondták, mi volt a jó, milyen fantasztikus élőlények, milyen fantasztikus űrhajók vannak benne, stb., milyen izgalmas az egész cselekmény, de közben elmondta azt is, ami nem jó üzenet benne. Nem csak azt mondta, hogy ez rossz, ne nézd, nem így viselkedett, hanem elmondta, mi az, ami nem jó. Megmagyarázta, ez bizony nem jó, ez bizony. Én most felnőtt fejjel már tudom, akkoriban 10 évesként, vagy nem is tudom, 20 körül voltam már talán. Emlékszem, hogy hallottam ezt, hogy az nem jó, így. Külföldi tesó volt, akit egyébként nagyon tiszteltem, de nem fért a fejem. Miért nem jó? És akkor mondja meg, hogy miért nem jó. Nem mondta meg. Én most már úgy látom, hogy ez igazából majdhogy a buddhizmus leképezése, ami ott a bizonyos Jedi lovagok szintjén működik, mert hogy másnak más a véleménye, tehát van egy negatív üzenet erősen. Viszont tényleg izgalmas. Na most, erről ennyit. Nem tudom miért, ja, ez egy következő lista, jó. Hősökről olvasunk ebben a 3 történetben, és jól át lehet ültetni ezeket a történeteket új szövetségi formába. Ha mondjuk ez a jásovám, akit nevezünk most Józsinak, nem a lándzsát forgatja el jól, hanem az ige kardját, és nem 300 ember döf le, hanem 300 ember talál szíven az üzenete, ilyen módon 300 ember tér meg az ige hirdetésére, na hát ez talán manapság is hősként néznénk rá, fú, hogy megáldotta az Úr. Persze nem azért, mert ő ilyen, milyen jogbeszélőkéje van, hanem azért, mert Isten tudta használni őt. Isten a hős igazából. Ha úgy nézzük itt az újszövetségi szakaszban már, mi pedig lehetünk jó eszközök az ő kezében. Ennek a vitéznek a hősiessége, aki ugye ledöfött 300 embert, vagy ugye megérinteni az üzenet az embereket. Nekem az ige hirdetésről, a bizonyságtételről, az evangélium megosztásáról beszél. Vajon készek vagyunk-e mi ilyen hősökké válni? Azáltal, hogy bizonyságot teszünk a megváltóról. Ahogy az ige is mondja, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Róma 10:15-ben van. Milyen érdekes magának a bizonyságtevés szónak az értelme is, azt jelenti, azt teszem, és arról beszélek, amifelől bizonyosságot nyertem, hogy igaz. Amifelől meg vagyok győződve, hogy jó és igaz. Ez a bizonyságtétel. Bizonyságot teszünk Jézusról, mert meggyőződtünk arról, hogy ő igaz és jó, és amit ő tett velünk, az igaz és jó. A második történet, ben a 3 vitéz közül az egyik, Eliézer, megáll egy darabka Árpa-földön, és úgy döntenek, hogy innen el nem mozdulnak, hanem megvédik ezt a földet, ami Isten nekik adott, hiszen Isten Izrael népének adta Kánaán földjét. Ez a történet az imádkozásra emlékeztet. Amit az Úr nekünk adott, azt hordozzuk imádságban, azt ne adjuk át az ellenségnek. Amíg valamit imádságban hordozunk az Úr előtt, addig az nincs átadva. Amikor lemondunk róla, olyan, mintha átadtuk volna. Amikor azt mondjuk, nem érdekel. Van olyan, amikor le kell mondanunk dolgokról Isten elé téve azt, az egy más kategória. Amikor viszont valakinek mondjuk a megtérésért imádkozunk, és nem tért meg már 20 éve, hát most már kihúzom a listáról. Ezzel átadtuk az ördögnek. Lemondtunk róla.
Itt három harcos volt ebbe a történetben, aki megállt ezen az Árpaföldön. Velszben a 19. században csak két idős hölgy volt, aki megállt azon az Árpaföldön, és el kellett imádkozni, hogy Isten adjon ébredést. És Isten adott ébredést. És megtértek az emberek. Elküldte a tüzet. A kocsmák kiürültek, vagy ha a kocsmáros megtért, akkor átalakult a kocsma, akár még imaházra is, és már nem iszogatni jöttek össze, hanem imádkozni. Ezek megtörtént dolgok. Isten megadta az ébredést, mert kérték. Ez a két idős hölgy oda állt az Árpaföldre és harcolt. Nem tudom, mennyi ideig kellett harcolni, erre már nem emlékszem, és ennek most így nem néztem utána, csak ugye ez megmaradt bennem. Ez a történet tehát az imára, az imaharcra emlékeztet. Vajon hogy nevezik a mi Árpaföldünket? Hogy nevezik a te Árpaföldedet? Bizonyos értelemben Árpaföld az, amiért felelősséggel tartunk Isten előtt. Tehát családunkban elsősorban. De azok is, akiket ránk bízott Isten, akik közé elhívott vagy elküldött minket Isten. Talán éppen Magyarország ébredésért kezdett valamikor valaki imádkozni, és lehet, hogy egy idő után azt mondja, hogy lehet, hogy nem is lesz ébredés. Nem tudjuk, hogy akar-e Isten ébredést adni ide, de miért hagyjuk abba? Vagy miért ne kezdjük el az imádkozást ezért? Tudod-e, hogy mi a te Árpafölded? Ha nem, akkor kérdezd meg az Urat. Nem tudom miért, de mostában úgy érzem, hogy kezd sürget minket az idő. Vagy Isten. Nem az utolsó végidőkre gondolok, amikor összeomlik majd az egész föld és vagy világrendszer és új eget és új földet hoz létre Isten, mert addig még azért egy ezeréves birodalomnak el kell futnia itt a történetben, hitem szerint, majd ahogy én látom a Bibliából. És viszont az elragadtatás közelsége azért már úgy kezd itt lenni. Nem merném azt mondani, nem mondom azt, hogy ma vagy holnap fog eljönni az Úr. Megmondom őszintén, hogy ilyet mondanék, akkor nem mondanék igazat. Én nem így látom. Úgy látom, hogy van még egy-két dolog addig is, ami meg be kell történnie. Van rengeteg népcsoport, rengeteg ország, ami zárt még Isten előtt. És úgy vélem, hogy ennek még valamennyire még meg kell nyílnia. Valamilyen szinten még nyílnia kell ajtóknak. De nem vagyok biztos benne, hogy van még 50 évünk. Feleségem nagy bánatára, ugye bár már csak 43 kellene, de lehet, hogy még 40 sincs, vagy 25 sincs. Addig, amíg eljön az Úr. Nem tudom. A kérdés az, hogy mennyire fontos nekünk, hogy minél több ember megtérjen. Ki az, akiket Isten ránk bízott? Ránk bízott-e Isten környezetünkben valakit? Ránk bízott-e Isten más országból, népcsoportokat esetleg? Ránk bízott-e Isten bizonyos szociális területen élőket? Alkoholisták, hajléktalanok? Vagy éppen a gazdag emberek, akik nyomorúsát okoznak a szegényeknek, úgymond, vagy akiket szegényé tesznek. Kiket bízott ránk az Úr? Neten olvastam egyik kedvenc misszionáriusomról a héten, Hudson Taylorról, aki által Kínában végzett nagy munkát az Úr. Az utolsó éveit 1895 és 1905 között ezt a 10 évet Svájcban töltötte. És egyik konferencián előadás közben néhány perci csendben volt. Majd így szólt. Egy látomást láttam. Egy háború fog kitörni, olyan véres, amilyen még sosem volt. Oroszország lesz a vesztes. Ezután Oroszországban kitör egy forradalom, amit egy nagy ébredés követ az ország nyugati részében. Ez az ébredés az egész földre, egész földre szét fog terjedni. Dicsőség az Úrnak. És akkor eljön az Úr. Most a magyarázó, aki ezt felrakta 2003-ban a netre, az orosz-japán háborút mondta, hogy azt tört ki, amit elvesztettek az oroszok. Valóban elvesztettek, de hát azért nem volt ez olyan nagyon véres háború, olyan kisebb csetapatén volt. Szerintem a világháborúban nyugodtan el lehet ezt lajstromozni. Ami viszont véres háború volt az első világháború. Olyan még nem volt addig, mint az. A másik aztán még véresebb volt, de addig még nem láttak ilyet a tömegpusztító fegyverek révén. És Oroszország is vesztes volt, bár ugye sokan azt tanították neki, hogy Oroszország a győztes oldalon át, persze, csak akkor nem vesztett volna egy nagy rakás területet az ország nyugati felében például. Tehát Oroszország is vesztese volt ennek a nagy háborúnak. Azután kitört a forradalom,
mint tudjuk. Ezt hallottuk eleget. Illetve a 80-as években, emlékszem, hogy hallottam, hogy Oroszországban ébredés kezdődik. Nem tudom, hogy most hol tart. Igazából nem azt gondolnám, hogy Oroszországból fog kijönni az ébredés, hanem kezdődik Oroszországban is ébredés, de hallunk Kínában is ébredést, hallunk Dél-Amerikában ébredést. Isten egyre több helyen ad ébredést. Nem tudjuk, hol lesz a következő. De egy idő után remélem, hogy sűrű lesz az ébredés, olyan, mint a csillagon az égből, mint hogyha kimegyünk vidékre, és onnan nézzük a csillagos égbolt egy tiszta nyári estén, nem úgy, mint itt Pesten, amikor nem látunk semmit a Rivalda fénytől, hanem kint a szabad ég alatt. Tele van szórva az egész csillagokkal. Hát ilyen lenne jó, mert tele lenne szórva az egész föld ilyen tüzekkel, csillagokkal. Vajon hogy gyulladt ki legközelebb? Milyen jó lenne Magyarországon, nem? Ránk férne. A harmadik történet kicsit elütt az első kettőtől, de közel van ahhoz, amit most itt előbb fejtegettem. Ebben a történetben szintén három vitéz átverekszi magát az ellenség táborán, de nem az ellenség legyőzése a közvetlen cél, hanem friss víz szerzése a szomjazónak. Az ige egyszer kenyér, másszor forrásvíz, a Bibliában sok ilyen utalást találunk. Mégis most akkor maradjunk ennél a forrásvíznél. Ahogy átcsempészték a forrásvizet a harcosok az ellenség táborán, ugyanúgy voltak, akik bibliákat csempésztek. Annak idején például a Kelet-Európa országaiban, mint például a Győző bácsi, ugye Romániában, emlékszem, mondta, hogy tele volt az autó bibliával, csak a fedőréteg nem volt biblia, és a vámosok nem nézték meg. Jó, menjen. Isten bezárta a szemüket. Lehet, hogy semmit nem láttak abban a kocsiban, nem tudom, mit láttak, de elengedték. Mert Isten ott volt, és ő küldte Győző bácsit is, vagy éppen másokat is, hogy vigyék a bibliákat, vigyék az igét, vigyék a Szentírást. A Szentírás értékét az is mutatja, amit talán mi nem is tudunk úgy értékelni, amikor tönkre megy egy biblia, akkor ugye veszünk egy másikat, amikor már elég el van rongyolódva. De egy arab férfiról hallottam, hogy ott ugye tiltott tárgya biblia, tiltott termék, nem lehet bevinni, iszlám hitűnek nem szabad evangéliumról beszélni, és az iszlám hitűeknek nem szabad bibliát olvasniuk, és semmilyen formában tanulni Jézusról, illetve a Bibliáról. És egy arab férfinek valahogy a kezébe jutott a Biblia, és elmondta egy másik arab férfinek, valószínűleg eredetileg mind a kettő iszlám hitű volt, akkor éppen a történet idején nem tudom, hogy volt, de a másik, azt hiszem, hogy jól nem szólni, 1 millió forintnyi értéket akart neki adni a Bibliát, és azt mondja, hogy nem, ezt nem adom. Ez nekem sokkal drágább. Sokan vannak már itt, úgy érzem, az arab országokban, akik az úréi. De remélem, hogy egyszer kitör az egész, és lángra lobban az egész iszlám világ, nem csak az araboknál. Ez a harmadik történet, tehát nekem az ígéről beszél, a Szentírás értékéről, és hogy ilyen módon a Biblia olvasásáról, Biblia tanulmányozásáról, arról, hogy ahogy a Biblia szavai a gondolkodásunk részévé váljanak. Ez a szakasz olyanokról is beszél, nekem, mint lángemese mondjuk, aki bizonyos afrikai nyelvekre fordítja le a Bibliát, vagy a Biblia egyes részeit. Hogy eljusson azokhoz a népekhez is az ige. Sok nép ugyanis, főleg az ilyen harmadik világbeli népek, úgy gondolják, hogy csak akkor létezhet Isten, ha az ő nyelvükön is tud. Mert az az Isten, amelyik az ő nyelvükön nem tud, az nem Isten. De ha tud az ő nyelvükön, ha le van írva, és tudják ezt olvasni az ő saját nyelvükön, akkor elfogadják, hogy igen, ő Isten, és sokkal jobb, mint amit eddig imádtunk, mondjuk kint a dzsungelben. Az apostol cselekedete 2:41-42. Verse 4 fontos utalást tartalmaz, ezt most nem olvasom el, a gyülekezet életére vonatkozóan, ha nem is szó szerint így áll benne, de végül is ez a lényeg, az evangélium megosztása, az imádkozás, az ige tanulmányozás és a közösség. Erről a negyedikről még nem esett szó, de néhány verset most olvassunk tovább a Krónikák könyvének a 12. részéből. Az első, a 9., a 19. és a 22. Tehát 1, 9, 19, 22. Ezek azok,
akik Dávidhoz mentek Siklágba, amikor ki volt zárva Saulnak, kisfiának a környezetéből. Ők a hősök közé tartoztak, akik segítették a harcban. 9. Gádiak is csatlakoztak Dávidhoz, amikor a sziklavárban, a pusztában volt. Kiváló vitézek, hadiszolgálatban álló emberek, pajzsal és dárdával felszerelve. Arcuk olyan volt, mint az oroszlán, és olyan gyorsak voltak, mint az ergék a hegyen. 19. Ekkor Amaszáj, a 30-ak vezére, lélekkel telve így szólt. Tied vagyunk, Dávid, veled tartunk, Isai fia. Békesség, békesség neked, békesség segítőidnek, mert megsegít téged Istened. Erre magához fogadta őket Dávid, és a csapatok vezéreivé tette őket. 22. Ezek segítették Dávidot a csapatok vezetésében, mert mindnyájan kiváló vitézek voltak, és parancsnokok lettek a hadseregben. Itt a közösségről olvashatunk, ha nem is teljesen. Ez a közösség egy hadi közösség, ez egy bujdosóknak a hadi közösségenek is nevezhetnénk nyugodtan. Minden esetre ezek a szavak, hogy akik segítették a harcban, tiéd vagyunk, veled tartunk, megsegít téged Istened. Egyrészt rámutatnak arra, hogy egymást segítették, másrészt rámutatnak arra, hogy egymást bátorították. Mennyire kifejező ez így a közösség számára, a közösségre utalva. És mi is tapasztaltuk itt annyira sokat sok segítséget. Például a ruházatban. Szerintem nem sok ruhát vettünk a gyereknek, vagy nem sok játékot, mert szinte mindenhonnan kaptunk mindenfélét. Vagy a lelki segítség, amikor egymást bátorítjuk. Ugye Panni néni éppen említést tett, hogy fölhívták sokan telefonon. Milyen áldott segítség? Egy ilyen közösség, aminek a tagjainak érezhetjük magunkat. A közösség mindig is megtartó erő volt. Tehát bármilyen közösségről beszélünk, ez mindig is megtartó erő, hogyha a közösség tagjai figyelnek egymásra. Ha viszont a közösség vezére Jézus Krisztus ennek megfejléseként, akkor nem csak földi viszonylatban, hanem örök élete tartó erőként is tud működni a közösség. Amikor egymást biztatjuk, hogy vigyázz, ne menj arra, ez nem jó, hogyha ezt csinálod tovább. Gyere csak közénk. Amikor valaki elkezd tévedni, és beszélgetünk vele. Vagy amikor éppen mi vagyunk gyenge lábon, és velünk beszélgetnek. A közösség megtartó erő tud lenni. Múltkor Dani mondta, hogy ugye Jézus sokat biztat, hogy másképp beszél velünk, mint az ellenségével. Nagyon tetszett. Hádzsa Taylornak volt most itt egy mondás, amit elolvastam. Ezt nem írtam le, de nagyjából úgy hangzik, hogy az embereknek, a legtöbb embernek nem dorgálásra, hanem bátorításra van szüksége. Van szükség néha dorgálásra is, de a legtöbb embernek bátorításra van szüksége. Egymás segítve, közösségben. Ez a négy dolog nagyon fontos, hogy legyen jelen a személyes életünkben, a családi körben és a gyülekezeti közösségben egyaránt. Szükségünk van rá, hogy megéljük, szükség van a gyermekeinknek arra, hogy magukba szívják, és szüksége van a Krisztus még nem ismerő embereknek arra, hogy ezeken keresztül megláthassák és megtapasztalják Krisztus szeretetét. Befejezésül elolvasnék egy rövid ige szakaszt a 2 Korintus 10, 3-tól 5-ig. Kettő Korintus 10.3-tól így hangzik. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ejtsünk mi is minden gondolatot fogjul. Romboljuk le az erődítményeket. Lehet, hogy nem a kezünket tudjuk lerombolni, mint hogy Gedeon lerombolta a faluban a bálványt, de az imádkozással tudunk rombolni a sátán munkáján. Az imádkozással tudjuk kérni Istent, hogy erősen hasonlod a gonosz munkájára, és ne engedje, hogy az működjön, hanem hogy az ő ereje mutatkozzon meg, az ő szeretete mutatkozzon meg. Vagy szeretném a végén, hogyha most megkérek majd négy embert imádkozni, de a gyújts tüzet a szívemben, nem tudom, hogy pontosan, hogy ez az egyik verszaka, hogy ezt majd elénekelnénk.
Most viszont szeretnék négy szemét megkérni, aki majd szeretném, ha előre is jönne és itt imádkozna. A következőkért. Ki az, aki imádkozna azért, hogy erővel teljen meg a bizonságtételünk, hogy szavainkkal és tetteinkkel is Krisztus hirdessük? Ki az, aki ezért most imádkozna itt elől? Gyere, Józsi, majd. Igen, jó. Ki imádkozna azért, hogy az imádságban, Isten imádásában, a közbenjárásban, a imaharcokban megerősödjünk? Akkor István, köszönöm. Ki imádkozna azért, hogy a Biblia olvasás által magunkba szívott ige átalakítsa a gondolkodásmódunkat, és eljusson azokhoz az emberekhez, azokhoz a népekhez, akik szomjaznak rá? Otto, köszönöm. És ki imádkozna azért, hogy a közösségünk az Úrral és az Úr által egymással megtartó és szeretetteli erő legyen köztünk? Feleségem, ez már jelentkezett egy másik mondatokon ránélek, hogy mi van. Jó, akkor őket szeretném előre kérni, hogy ezért imádkozzatok itt. Ha nem vagytok túl fáradtak, akkor kérlek, hogy álljatok fel. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te erős Isten vagy. Te vagy a mi erőnk és reménységünk, minden bátorságunknak te vagy az alapja. Uram, én azért imádkozom most, hogy ez az erő, ami a tied, ez hadd tudjon rajtunk keresztül áramolni, és hadd lehessünk a te erődnek a csatornái. Uram, és azért kérlek, hogy ha ezt megadod, mert sokszor megadtad már, akkor kérlek, hogy az legyen a szívünkben, hogy ez nem a mi cselekedetünk, hanem a tied. Adj ez, Uram, kellő alázatot és rád való figyelést, és nyitottságot a te szellemednek a munkája iránt, hogy el tudjuk venni azokat a szavakat, el tudjuk venni azokat a gondolatokat, amelyek tőled jönnek, és amelyek valóban erővel és hatalommal rendelkeznek, és őrizd meg attól, Uram, hogy mi magunk erőködjünk a saját gondolataink szerint, hanem lehessünk a te eszközeid, a te dicsőségedre. Ámen. Drága mennyi atyánk, köszönjük neked, Urunk, azt, hogy imával jöhetünk te hozzád, hogy imádkozhatunk, és te meghallgatsz minket. És add, Uram, a mi szívünkben azt a tüzet és azt a belső indítatást, hogy amit a te ígéd mond, hogy szüntelen imádkozzatok, ez a lelkület legyen bennünk. És köszönjük, Urunk, azt, hogy nem is mindig kimondott szavakkal, de imádságos szívvel állhatunk te előtted, és azért imádkozom, Uram, hogy tényleg ilyen módon éljük a mi napjainkat, hogy legyen meg a szavakkal történő imádságnak is az ideje és a helye, de ugyanakkor a mi szívünk is mindig imában te feléd forduljon, lefekvéskor, felkeléskor és egész nap folyamán, hogy minden tettünket, cselekedetünket hozzuk te eléd, akár szavak nélkül is, és te tőled kérjünk, Urunk, útmutatást. És azért is imádkozom, Uram, hogy ezzel az imával, ezekkel az imákkal érhessünk el változásokat a mi környezetünkben, mert ez a te akaratod, hogy mi imádkozzunk és te cselekedjél. Add, Uram, hogy ismerjük fel azokat a területeket, azokat a irányokat, amiért imádkoznunk kell, és ezeket az imádságokat add a mi szívünkbe. Az Úr Jézus nevében és az ő dicsőségére. Ámen. Uram, én imádkozom hozzád azért, hogy segíts rajtunk keresztül is, hogy eljuthasson a te szent igéd a világba,
minden emberhez, aki ezen a világon van. Segíts és támogass, Uram, bennünket a Te szent szellemeddel, hogy használati utasításként tudjuk használni a Bibliát, amelyik egy használati utasítás az életünkön, az életünkhöz, hiszen hogyha a Te szent igédet olvassuk, akkor megszentelődik az életünk rajtad keresztül, és meg tudunk tenni olyan dolgokat, amiket nem is gondolnánk magunkról, olyan áldásokat kaphatunk, amelyenekre nem is számítunk. Kérlek, Uram, segíts, hogy a könyvből élet lehessen, és a Te szent igédből élet lehessen, és minden emberhez eljusson, és minden ember megértse belőle azt, ami rá vonatkozik. Kérlek, Uram, hogy áld meg ez irányban ezt a munkát. Jézus nevében kérem ezt tőled, amen. Uram, köszönjük, hogy hatalmas Isten vagy, és köszönjük a veled a közösséget. Uram, és segíts abban, hogy ha legyen a közösség veled állandó és zavarmentes, ha legyen a közösségünk egymással Te általad való, és ha tudjuk ezt kiárasztani a környezetünkre, és ha legyen ez a közösség, ez megtartó erő mindenhol, ahol a Te nevedben jönnek össze. Jézus nevében kérünk, Uram. Amen. Foglalja helyet a gyülekezet. Hát mégis én imádkoztam, mert gyerekünknek anyai közösségre volt szüksége. Úgyhogy most ő ott állt helyt. Jó, akkor énekeljük ezt az éneket, amit kértem, ha lehetséges, aztán...